Sokan azt gondolnák, hogy ha Magyarországon leütünk egy szülőkarot, akkor meleg víz tör fel. Enni az egy kicsit bonyolultabb, annak ellenére, hogy hazánk a geotermikus energia tekintetében a világ öt országa közé tartozik. Nagyon jó adottságokkal rendelkezünk. Kérdés az, hogy ezt az adottságot ki tudjuk-e használni. Erről beszélgetünk Nagy Gály Jánossal, a Szentesi Árpád Agrázi Műszaki Igazgatójával. Nagyon izgalmas téma, amire ma készültünk. Azt gondolom, hogy a geotermikus energia, vagy zöld energia, hogyha lehet egy picit ebbe a kategóriába besorolni, sokakat foglalkoztat. Nagy Gály János, a Szentesi Árpád Agrázi RT. műszaki igazgatója, gondolom, hogy felkészült ebben alaposan, és nem csak az elméleti, hanem gyakorlati oldalon is. János, egy picit próbáljuk meg megfogalmazni, hogy mi is az a geotermia, vagy geotermikus energia. Köszönöm szépen a felvezetőt. Valójában nem rég foglalkozom vele, mint egy 25 éve, tehát még nem minősülök szakértőnek a témában. Van még mit tanulnom. A geotermia valójában a földnek egy olyan belső hője, amit... Ha el kellene magyarázni, hogy hogyan működik, akkor képzeljük el a földgolyót, és a föld középpontja felől a föld kéreg irányába áramló energia. Ez az energia, ez három részből tevődik össze. Az egyik az hosszú felezés idejű radioaktív izotópok bomlás terméke, a másik az akréciós hőmaradéka, illetve az asztenoszféra súrlódási hője. Ebből a három tényezőből tevődik össze. Ez a felszínen is mérhető egyébként, bár nem vesszük észre, ez nagyjából 50 watt per négyzetméter nagyságrendű. Ez a föld hője, a föld geotermikus energiája. Ezt a legegyszerűbben a felszínen úgy tudjuk hasznunkra fordítani, hogyha úgynevezett hőbányászatot folytatunk. A hőbányászatnak az a lényege, hogy egy magasabb entalpia szintről, tehát a Föld mélyebb rétegéből vonjuk el a hőt, és hozzuk a felszínre. Ennek több megoldása lehet műszakilag. A legegyszerűbb az, hogyha termálvízzel meg tudjuk ezt tenni. Ennek az a feltétele, hogy legyen egy olyan területünk, ahol ez a hő rendelkezésre áll, és ugyanezen a területen legyen termálvíz is, amivel legegyszerűbben a felszínre tudjuk hozni. Léteznek olyan technológiák, amelyek nem termálvíz segítségével, hanem zárt körű hőcserével hozzák a felszínre ezt a, a hőt. Ezek az úgynevezett HDR rendszerek, ez a hot dry rock, szóból ered. Ilyen esetben egy U-alakú kutat fúrnak a, a, mélységbe, és ezen zárt rendszerben keringetnek folyadékot, és azt a felszínen egy hőcserével a hőt kinyerik és felhasználják. Ha termálvízről beszélünk, sokaknak izland jut eszébe. De mégis próbáljuk meg Magyarországot elhelyezni a geotermikus térképen, a világ geotermikus térképén. Magyarország egy nagyon előkelő helyet foglal el mind a világ, mind szűkeben Európa térképén a geotermikus energiahasznosítás tekintetében. Hasonló jó adottságú területek a Párizsi medencében vannak, Izlandon, illetve Olaszország északi részén, valamint ha Törökország egy részét még Európának tekintjük, akkor Törökország még egy geotermikus nagyhatalom. Minek köszönhetjük ezt a talajnak, a fekvésünknek, vagy a kőzetnek, amiben, vagy ami alattunk elhelyezkedik? Ezeken a területeken a földkéreg vékonyabb az átlagosnál, mint egy fele, emiatt lényegesen kisebb mélységben érhetjük el ugyanazt a hőmérsékletet, amit más helyeken csak nagyobb mélységben. Ez a nagyon egy leegyszerűsített magyarázata. Igen, igen, igen. Azért Magyarország is elég heterogén, ha megnézzük. Vannak kiemelten jó pontok, illetve ha lehet azt mondani semleges területek? Ha a termávíz hasznosítást nézzük, és nem a szűken a geotermiát, igen. hanem a termávíz hasznosítást, akkor két mértékadó kőzet mintát tudunk megkülönböztetni, amely a termávíz kinyerésére alkalmas. Ez különbözteti meg az ország területeit. Az egyik az üledékes kőzet, ez a homokkő, a másik pedig a karstosodott ajzat, ez pedig elsősorban mészkő, repedezett mészkő. Ez a kettő vízadó réteg, ami Magyarországra a legjellemzőbb. Az elsőként említett üledékes homokkőszlet, ez a nagyalföldre, illetve a kisalföldre jellemző jobban, a fennmaradó részen pedig inkább a karstosodott ajzat. Ha csak Zalába lemegyünk, akkor annak idején amerikai olajkutatók gyakorlatilag feltérképezték. És hát gondolom, hogy Magyarország többi területe is ugyanígy fel van térképezve, hogy hol, milyen mélységben és milyen jellegű vizet, ugye akkor még olajat kutattak. Így van. Magyarország ilyen szempontból egy jól megkutatott területnek számít. Valójában minden kútfúrásnak van geológiai kockázata, azonban Magyarország területén a legtöbb helyen ez viszonylag csekély mértékű ez a geológiai kockázat, tehát nagyon nagy valószínűséggel minden fúrás sikeres azokon a helyeken, ahol természetesen található termávíz, vagy az egyik, vagy a másik összletből. Most már ennyi jó pozitív példát elmondtunk Magyarországról. Egy picit térünk át azt gondolom, hogy a gyakorlati oldalára is, hogy mennyire hasznosítjuk a alattunk levő lehetőséget. A lehetőségeink valóban nagyok, azonban egy elég jelentős elmaradás látható a hasznosításban. Ez visszavezethető az elmúlt évtizedek gyakorlatára is. A mezőgazdasági jellegű hasznosítás az 50-es évek végén kezdődött el, elsősorban Dél-Magyarországon. Itt egyrészt korábban még a háború előtt tervezett termálvíz fúrások valósultak meg, másrészt az 50-es, 60-as években elindított kőolajkutató fúrások meddő kutyait alakították át, előszeretettel termálvíz kutakká. Tehát ott, ahol nem találtak földgázt, nem találtak kőolajat, de volt egy 3-4 ezer méteres mélységű kutatófúrás, ott ezeket a kutakat egy műtalpal lezárták valahol 2500 méter környékén, majd perforálták ezeket a beépített csöveket, hiszen a vízadó rétegeket azt a kútmérések, illetve a kút fúrás során harántolták, tehát tudták a megfelelő helyét, a megfelelő vastagságát, és ezeket ilyen ipari módszerekkel megnyitották, és ezekből lettek a legelső termálvízkutak. Nagyon érdekes, hogyha ott van, a, ahogy már beszéltünk, a talpunk alatt egy ilyen lehetőség, hogy mégsem úgy tűnik, hogy mégsem élünk vele olyan mértékkel, mint amennyi lehetőség benne van. Mi ennek az oka, hogy elsősorban az embereknek a félelme, hogy mi lesz a, a talajban lévő vízkészlettel, esetleg a hatóságoknak a akadékoskodása, lehet azt mondani inkább a procedúra, amivel eljut odáig, vagy pedig ez egy komoly műszaki feladat. Mindhárom, én azt gondolom, mindhárom. A geotermális energia, főleg a termálvíz kitermeléssel kapcsolódik össze, akkor ez egy eléggé helyhez kötött energia. Ez nem olyan, mint a földgáz, nem olyan, mint a kőolaj, hogy akár ezer kilométerekről be lehet szállítani. Ez egy helyhez kötött energia, a nagysága folytán célszerű a helyben fel is használni. Tehát nem praktikus, hogyha... 5-10 kilométernél messzebbre el kell vinni. Emiatt alakultak ki azokon a helyeken például kertészetek, állattartó telepek, termálszárítók, ahol a közelben a geotermikus energiát termálvíz segítségével meg tudták oldani. Ez az egyik oldala. A másik oldala az örök probléma a termálvíz elhelyezése. A, a már korábban említett két vízadó réteg közül a karstos vízadó rétegnél nem jelent problémát a víz elhelyezése, Ott a visszasajtolás sok esetben nem hogy nyomással, hanem szabadon gravitációsan is megoldható. Ez azt jelenti, hogy nincs külön energia szükséglete annak, hogy a, a már lefűtött, a hőjétől megszabadított termálvíz visszakerüljön az eredeti vízadó rétegbe. Az üledékes homokkőnél egészen más a, a helyzet. Itt a homokkő tulajdonságaiból adódóan a legtöbb helyen nehézséget okoz a visszasajtolás, emiatt ezeken a helyeken a felszíni tározás, illetve fogadóba bevezetés alakult ki, mint járatos technológia. Ez az utóbbi években a környezetvédelmi agályok miatt a legtöbb helyen kérdéses lett, és az új vízjogi engedélyek kiadásánál ezeket már nagyon szigorúan figyelembe veszik. Nyilván több évtizede mérnünk kell a kibocsátott mennyiséget a ö, különböző ásványi anyagtartalmakat, a gáztartalmat, és mindezekkel együtt ö, kapjuk meg a vízjogi engedélyeket. Tehát a, azokon a helyeken, ahol a visszasajtolás problémába ütközik, ott ö, a fejlődés sem olyan mérvű. És ehhez jönnek még hozzá a jogszabályok, amin nem mindig kedvez a felhasználóknak. Ugye mindig nagy kérdés ez mondta, hogy vizsgálják azt, hogy milyen a sótartalom ezeknek a vizeknek, De... ugye a felszíni tárolásnál, hiszen elég körülményes visszasajtolni a, a talajba. Ezeknek egyébként használható öntözésre, vagy bármi másra, vagy tisztításra van szó, szóval ülepítésre, vagy bármi más eljárásra, ahhoz, hogy utána, a, a, lehet azt mondani, a fáradt vizet. Igen, lehűlt lehűtött vizet. Hasznos, igen. Kell. A legtöbb helyen, ahol a sótartalom nem ér el egy bizonyos szintet, illetve a só összetétel, a sók aránya uh -huh. nem halad meg egy bizonyos szintet, ott lehetőség van arra, hogy haltenyésztési céllal betározzuk a, a már lehűlt elhasznált termálvizet. A visszasajtolásnál nyilván nincs ilyen jellegű probléma, hiszen ott a vízadó rétegbe, hogy visszakerüljön, ahhoz szűrni szükséges, de kémiailag nem változik meg az összetétele. Ott visszakerül az eredeti vízadó rétegbe a víz. A felszíni elhelyezésnél itt azért szükséges vizsgálni, mert bizonyos sok kirakódása az a talajnak esetleg szikesedéséhez vezethet. Könnyen elképzelhető hogy kommunikál olyan talajvizekkel, aminél nem ö, ö, szerencsés, hogyha ö, bekerül a termávíz a magasabb sótartalma. Egyébként ez a sótartalom is nagyon ö, függ egyrészt a mélységtől, másrészt a területi ö, elhelyezkedésétől a kutaknak. Ez 6-800 mg per litertől egészen 5-10-15 ezer mg-ig változhat. Mondjuk a délalföldön átlagban 1200-1500 Milligram. Milligram per liter a, a sótartalom. Ez egy átlagosnak tekinthető, és a jellemző összetétel egy üledékesnél mondjuk a nátrium és a hidrogénkarbonát. Tehát ez a két a legjellemzőbb ö, show ö, Ami egyébként is jelen van a természetben, egyébként és nem is problémát, van, így van, csak, csak ilyen Arányaiban és töménységében itt egy koncentráltabb. Menjünk egy picikét akkor Szentesre és az Árpád Agrázi RTS, hiszen nagyon korán elkezdték, és komoly tapasztalatokat gyűjtöttek már a termálvíz felhasználásában. Így Mikor van. kezdődött ott az a munka? Hát a 60-as évek végén kezdődött el, az első kutak mélyítése után az akkori vezetők nagyon jól meglátták ezt a, ma úgy mondanánk, hogy piacirést, amit, amit a korábban szabadföldi termesztésben megtalálható paprika, paradicsom termesztés hozott, és gyakorlatilag ezt ki tudták tolni, mind tavasszal egy picit korábbi időszakra, mind ősszel egy picit későbbi időszakra ezt a termesztés termesztési sávot. Először még melegágyi ablakkeretek úgy hívták ezeket, azokkal indult a termesztés, majd amikor a termávíz megjelent, akkor épültek az első növényházak, akkor még fóliák nem voltak, tehát csak az üveg jöhetett szóba, és ezeknek a fűtését oldották meg legelőször termávízzel. Majd eh, ahogy a technika, a technológia fejlődött, eh, ezekbe a kutakba először még ezek önerősen termeltek, majd volt egy eh, időszak, amikor elkezdtek ezek a, a felszínen mérhető önerős termavíz nyomások, tehát a rétegnyomás. Pozitív ügye? Igen, azt, igen az azt jelenti, hogy pozitív, jelentő, hogy a rétegnyomás saját maga képes a felszínre hozni a a termávizet, amikor ezeknek egy csökkenése következett be, onnantól jellemzően buvárszivattyúval nyerték ki a, a vizet. Hmm. Tulajdonképpen ekkor kellett megtanulni azt, hogy hogyan kell ezzel az energiával bánni, hiszen üvegházak nyugaton is voltak, de termálvíz nem. Tehát ez egy teljesen speciális ága volt a fejlődésnek, és ez elsősorban Magyarországra volt jellemző. Tehát ezt nem tudtuk kintről sem tanulni. Szivattyúzásra voltak nagyon jó példák, forróvízes szivattyúkra is, de együtt a termávíz és az üvegház, ez egy magyar specialitás szentesen hány fokos vizet tudnak kinyerni? Átlagosan 85-86 fokos a víz. Vannak olyan kutak, amelyek 76 fokosak, de van olyan kút, ahol a kifolyó víz hőmérséklete megközelíti a 100 fokot, sőt, meg is haladja. A, ezeknek a kutaknak tudni kell, hogy a kifolyó víz hőmérséklet és a talp hőmérséklet az két külön szám. A, a, Kút mélységétől függően ez 6, esetenként 8 C fokkal is lehet melegebb, tehát például a 100 fokos kifolyó hőmérsékletű víz, talp hőmérséklete 108 fok, ott viszont nyomás alatt van, tehát egy egyfajta, mintha egy kukta lenne, nyomás alatt, és nem válik ki a gáz, nem forra víz, nem úgy kell elképzelni, de esetenként, amikor felszínre kerül, akkor is még mérhető 100 fok, vagy esetleg fölötte. Ugye a nyilván ez a forró vizet nem lehet bevezetni közvetlenül a csőben. Én azt gondolom, hogy egy hőcserélővel kell megoldani a problémát. Ez milyen műszaki kihívás jelent, hiszen ezek anyagokkal telített oldatok vagy folyadékok, amiben azért kirakódik a csőben, cserélni kell, nem? Ugye egy másik rendszert is föl kell építeni, hozzám mekkora munka ez, mekkora kihívás? Itt is meg kell különböztetnünk, hogy milyen vizekről beszélünk. Nagyon sok fajtáját ismerjük, és nincs két egyforma termálvíz, nincs két egyforma termálkút. Ezek mind-mind egy önálló individumok. A legtöbb helyen, szentesen és környékén nem szükséges hőcserélőt alkalmazni, hiszen nem tartalmaz olyan összetevőt, amely a lehűtés során kiválna a csövekből, és gondot okozna. Vannak olyan kutak, ahol magasabb a a talphőmérséklet magasabb, az emiatt az oldott ásványanyag tartalom. Ezeknél esetenként vízkő kiválás tapasztalható. Uh -huh. Ezt ma már fizikai vízkő kezelő eszközökkel tudjuk kezelni. Régebben jellemző volt, hogy kémiai eszközökkel, tehát egyfajta inhibítor adagolás történt. Ez általában egy másfél gram volt köbméterenként, ugye ez a bizonyos ppm érték, ez egy uh -huh. másfél mivel vegyszermentesen szeretnénk továbbiakban is dolgozni, emiatt a fizikai kezelés mellett döntöttünk, ami megfelelő beállítás mellett jól is működik. Tehát a legtöbb esetben nincs rá szükség. Olyan helyeken van rá szükség, ahol vagy valami ok miatt agresszív a víz, vagy esetleg olyan anyagot tartalmaz, ami, ami nem kívánatos, a, hogy bejusson a rendszerbe. Ilyen esetben hőcserélővel Veszük le a hőjét a termávíznek, és az változatlan formában kémiai átalakulás nélkül jut tovább. Ez olyan helyeken praktikus egyébként, mivel ezeknek a hőcserélőknek is van vesztesége, mint mindennek, a csővezetéknek, csőhálózatnak, a szivattyúzásnak, így a hőcserélőnek is van áramlási vesztesége, hővesztesége. Ezek, ezek a hőcserélők általában vagy rozsdamentes, vagy saválló, vagy esetenként titán hőcserélők, attól függően, hogy milyen anyag az, ami kiválik a vízből. És ez a zárt rendszereknél használható inkább, ahol a visszasajtolás megoldott és megoldható. Ilyen esetben nyilván hogy még kevésbé szennyeződjön a visszasajtolandó víz, ezért a hőcserélőn engedjük át a vizet, és a változatlan formában a visszasajtolók útig elkerül a, a lehűtő termálvíz, aminek a hőtartalmát a szekunder oldalon ugyanúgy hasznosítjuk, ahogy egyébként fűtésrendszerben szokás. Nagyon izgalmas kérdés. Hány kutat üzemeltetnek, illetve mekkora felületet, vagy mekkora felületet hasznosítják, mekkora felületet fűtenek vele? A cégcsoporton belül pillanatnyilag 22 termálkút van, amit közvetlenül üzemeltetünk, tehát ezekkel a kutakkal mondhatom azt, hogy napi kapcsolatban vagyunk, illetve az ezt kiszolgáló rendszerekkel, de szentesen és szentes környékén szaktanácsadás, javítás, akár építési jelleggel, mint egy 40 kút az, amit, amit ismerünk jobban. Ezek a kutak is teljesen változó, hogy milyen mélységűek, hol helyezkednek el, és milyen célral hasznosítja a tulajdonos ezeket. Mekkora felületet? A felület nagysága az hozzávetőleg 60 hektár, amit cégcsoporton belül fűtünk, de a, a környékben vannak hasonló nagyobb kertészetek, ahol 4-től 20-22 hektárig termesztenek. Ma lehet azt hogy a geotermikus energiát, az körülbelül a mezőgazdasági felhasználása hány százalék lehet Magyarországon? Hát én azt gondolom, hogy... Tehát a kinyert, a kutakból kinyert melegvíznek hány százalékát használja a mezőgazdaság, csak úgy lehet-e ezt úgy megsaccolni? Én azt gondolom, hogy közel 30 százalék lehet ez a szám. Nem tudjuk pontosan, hiszen hiszen az erőműveket is, az erőműveknek például nem látunk rá a, a számaira, ezeket nyilván egyrészt titkosan tartják, másrészt más termelők vízkitermelési adatai, sem látunk bele, nem látjuk, de statisztikák alapján körülbelül ez valószínűsíthető. Hogy látja a jövő étennek, hogy ebben nagyobb potenciál van, és többet fogunk használni, vagy pedig ez az a szint, ahol megálltunk? Mindenképpen nagy további fejlődési potenciál van még a geotermiában. A mezőgazdaságban akkor tudna átütő ö, sikereket elérni a továbbiakban, hogyha a piac oldalról visszafelé egyfajta piacvédelmet biztosítanánk a magyar termékeknek. Itt arra gondolok, hogy Magyarország még ma is ö, a téli időszakban jelentős zöldségimportőr. Ezek a zöldségek leginkább Spanyolországból, esetleg Egyiptomból, Észak-Afrikából érkeznek. Nagyon sok helyen úgy jutnak be az Európai Unióba, hogy az első országig valamilyen úton, módon, és onnan már európai termékként érkeznek. Ez megnehezíti a, az értékesítést nagyon nyomott árakat tesz csak lehetővé, és mivel ellenőrizetlen minőségű termékekről is lehet szó, ezért jelenthet veszélyt is amennyiben a piacunkat jobban meg tudnánk védeni, akkor lehetőséget látok arra, hogy a, a mezőgazdaságon belül a kertészet és a hajtatott zöldségtermesztés jelentősen nagyságrendekkel növekedjen. Ez nyilván a foglalkoztatásban is nagyon hasznos volna, hiszen olyan helyeken, ahol megtalálható a termálvíz és jelentős, még nem foglalkoztatott munkaerő van jelen, akkor ott tudnánk növelni a foglalkoztatást, tudnánk növelni az ott élők életminőségének a javítását. Tehát egy csomó olyan pozitív hozadéka volna, azon túl, hogy egy egészséges hazai élelmiszert állítunk elő, ami, ami a gazdaságot jelentősen meg tudná lendíteni. Ugye mondta azt, hogy azon a területeken, vagy azokon a területeken, ahol karszos altalaj vagy közet van, ott ugye nagyon könnyű a visszasajtolás, szemben az Igen, alföldi régióban. Jévan mert ha visszasajtoljuk, akkor gyakorlatilag egy megújuló energiáról beszélhetünk. Így van. Van erre most valamiféle direktíva, hogy kötelező lesz visszasajtolni, vagy, vagy nem? Pillanatnyilag, amit látunk, az az, hogy a kibocsátáson keresztül fogjuk ezt tudni csak elérni, illetve fogjuk ebbe belekényszeríteni a a vállalkozókat, hiszen egyre szigorúbbak a kibocsátási határértékek, és a folyóba bevezetésnek fogják korlátozni a, a, a mennyiségét és a bevezetendő víz minőségén keresztül. Ez azt jelenti, hogy ha nem tud visszasajtolni a, a, a termelő, abban az esetben nem engedélyezik neki a hasznosítást, mert felszínben nem fog tudni elhelyezni. Ez a legnagyobb kihívás és legnagyobb problémája a következő három-négy évnek úgy gondolom. Folyamatosan lejárnak a vízjogi üzemeltetési engedélyek, és ezeknek a megújítása egyre nagyobb bürokratikus terhet jelent, illetve egyre komolyabb átgondolást igényel ezt látom a következő időszak és esetlegesen egy fékének. Ugye ilyenkor jön a kérdés, hiszen ez egy gazdaság, egy gazdálkodási forma, hogy akkor is megéri? Ha energiát, pénzt és energiát kell fektetni a visszasajtolásba? Van olyan hely, ahol csak a geotermikus energia az egyetlen elérhető hőenergia, tehát nincs például kiépített gázhálózat, bár láttuk azt, hogy az elmúlt időszakban hogyan változott a földgáznak az ára, és milyen bizonytalan volt a beszerzésnek a, a lehetősége. Tehát nagyon sok helyen ez az egyetlen és kizárólagos energia, ami elérhető. Ez azt jelenti, hogyha ellehetetlenítjük ennek az energiának a, a kitermelhetőségét, használhatóságát, abban az esetben az egész ágazatot lehetetlenítjük el. Sajnos erre már volt korábban is példa. Én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell előzzük, és e a visszasajtolás, mint egy lehetséges alternatívát kell kezelnünk, és meg kell vizsgálni azt, hogy bizonyos helyeken, ahol a visszasajtolás nem lehetséges, de egy ellenőrzött felszíni elhelyezés megoldható, ami a környezetet vagy nem módosítja, vagy pozitív irányba, erre tudnám mondani az úgynevezett szentesi példát, ami egy 140 hektáros hűtőtó, ami az elmúlt időszakban Natura 2000-es védettséget élvez, több mint 180 madárfajnak nyújt élőhelyet, sport lehetőségeket, vízisportokra, egy nagyon szép, nagyon gondozott tórendszerről van itt szó. Ez egy pozitív példa, de nyilván ennek ennek is megvannak a korlátai, megvan, megvan az ára, hogy hogyan lehet ezt egy kialakítani. Ehhez kell egy terület, ehhez kell egy elhatározás. Alkalmasnak kell lenni ennek a területnek arra, hogy kialakítsák ezt a rendszert, és ezt ki kell építeni, ami nyilván pénzbe kerül, de ez lehet egy folytatás több helyen is, ahol egyébként el lehetetlenül a felhasználás. Tervez fejlesztést a agrázzi. Folyamatosan fejlesztünk. Szerencsére az ERT-nél egy picit előre mentünk, előre gondolkodtunk. 2006 környékén az akkori vezetéssel leültünk, és megállapítottuk, hogy ahhoz, hogy életben tudjunk maradni, ahhoz az energia oldalon energiatakarékosság szükséges, a meglévő energiáknak a használhatósága, és ez alapján indítottunk egy fejlesztést, új üvegházakat építettünk, ez még a mai napig is folyik, és újabbak vannak tervben. Így megújítottunk több mint 20 hektár üvegházat, korszerű, nagy légterű termesztőberendezésekre. A kutak folyamatos karbantartását meg tudtuk oldani, olyan szivattyúkat alkalmazunk, amivel tényleg csak annyi hőt, annyi termálvizet és ezzel együtt annyi hőt veszünk amennyire szükségünk van. A távvezetékeket előre szigetelt csövekből készítjük, és folyamatosan cseréljük a, a, régieket, hogy a hőveszteséget minél inkább csökkentsük. A termesztőberendezésekben energiaernyőt alkalmazunk, a termálrendszerben nagyobb puffertartályokat a jobb szabályozhatóság érdekében. Tehát igyekszünk minden olyan technikai újdonságot használni, megépíteni, amivel az energiatakarékosságot, az energiahatékonyságot tudjuk növelni, és ö, ezzel a költségeket csökkenteni. Csak így lehet. Én bízok benne, hogy ezzel az adottsággal nagyon mértékben is fogunk tudni élni a jövőben. Én köszönöm a beszélgetést, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.